A 6-3-as alternatív választási küszöbnek köszönhetően két magyar párt is bejuthat a parlamentbe, ezt állítja az Erdélyi Magyar Néppárt. Álláspontjuk megosztotta a politikusokat és a szakértőket is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megtévesztőnek tartja a 6-3-as alternatív küszöbbel való kampányolást. A jelenlegi választási törvény szerint a pártoknak, politikai szervezeteknek 5%-os küszöböt kell elérniük ahhoz, hogy bekerüljenek a parlamentbe. A nemzeti kisebbségek számára ez kiegészül az alternatív küszöbbel. Az úgynevezett alternatív küszöb az az, hogy akik ugye nem érik el mégsem az 5%-ot, azok legkevesebb 6 egyéni képviselői körzetet, illetve 3 szenátori körzetet kell megnyerjenek ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe. Az alternatív küszöb elérése nem jelent automatikusan 6 képviselői és 3 szenátori tisztséget, hangsúlyozza I.S. Gergő politikai szakértő. Ez nem azt jelenti, hogy neki automatikusan 6 képviselő és 3 szenátori mandátuma már biztosan megvan, hanem ez csak arra jogosítja fel, hogy részt vegyen a mandátum visszaosztásba és bejusson a parlamentbe. Ettől függetlenül ennél lehet kevesebb és több is a parlamenti mandátumnak a száma. Az EMNP médiakampányt indított, amellyel tudatosítani szeretné, hogy nem csak az 5%-os küszöböt átlépő pártok juthatnak parlamenti jelenléthez, hanem azok a pártok is, amelyeknek a jelöltjei legalább 6 képviselői és 3 szenátori választókerületben az első helyen végeznek. Frunda György szerint a néppárt ezzel félrevezeti a választókat. Az ők állításuk miszerint a 3 szenátor, 6 képviselős alternatív megoldás az több pártra is alkalmazandó, az egyszerűen hazugság. Hazugság, nem olvasták el a törvényt, vagy szándékosan hazudnak. Egyetlen egy kisebbségi szervezetnek van ez megadatva, annak, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. Az EMNP természetesen mindjárt cáfolta Frunda nyilatkozatát. A vitától függetlenül azonban a helyhatósági választások eredményeinek a tükrében szinte biztos, hogy a néppárt parlamentbe jutására még az alternatív küszöb sem jelent megoldást.